Az iskola udvaron Ábrahám Péter karcagi méhész szólt a gyerekeknek a méz jótékony hatásáról, arról, milyen fontos szervezetünk számára a méz fogyasztása. Méznek számos jótékony hatása van, rendkívül eltérő, rendkívül különböző, mint más nem természetes édesítőszerek. Ugye számos hatással erősíti a szervezetünket, főleg ahogy jön ez a hideg időszak, ugye most is már elég jó ránk köszöntött a hideg, a ború, a csapadék. Ebben az időszakban a szervezet számos negatív hatásnak van kitéve, amit ellensúlyozni tud a méz azokkal a benne lévő természetes csodatevő anyagokkal, ami segíti a mi szervezetünket, szóval akár a vitaminok, a nyomelemek, az ásványi anyagok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetünk magas immun tevékenység mellett tudjon működni, hogy egészségesek maradjunk, hogy ne betegedjünk meg. Mindennapi egy kanál méz elfogyasztásával nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a betegségeknek a kialakulását, és hát utána ugye sokkal többbe is kerül, sokkal nehezebb egy betegségből kilábalni, gyógyszereket szedni, egyebek. Ezzel szemben bizonyítottan mindennapi egy kanál méz sokkal jobban hozzájárul ahhoz, hogy támogassa a szervezetünket ebben az időszakban. A méhészeti technológiában is próbálunk fejlődni. Valóban nagyon sokáig az akác és a vegyes méz határozta meg azt a szortiment, vagy azt a kínálatot, amit a legtöbb méhész ugye a vásárlói elé kiállított. Most már próbálunk sokkal inkább odafigyelni arra, hogy fajta mézeket termeljünk, hogy különféle fajta mézeket termeljünk. Bizonyos fajta mézeket úgy dolgozzunk fel, hogy az a fogyasztók számára élvezetesebb és fogyaszthatóbb legyen, illetve hát sok méhész bizonyos mézkülönlegességekkel is készül a fogyasztói, a vásárlói és hát a családja részére is, hogy ezzel ugye különlegesebb, jobb élményt tudjon biztosítani. Akác és hát klasszikus vegyes méz mellett repce és napraforgó mézet termeltünk idén. Idén egzotikusabb, szóval itt az Alföldön egzotikusabbnak számító mélegelőkre, mint például a hársejemfű nem vándoroltunk, de a napraforgó és repce mézünkből krémmézet készítettünk, illetve akác mézeinkből készítettünk gyógynövényágyon érlelt méz különlegességeket, ahol próbáljuk házasítani a gyógynövények előnyös tulajdonságait és a természetes méz előnyös tulajdonságait. Nem szívesen megyünk el ilyen csokoládé és kutyafülés, meg mindenféle olyan irányba, ahol a méz az háttérbe szorul, próbáljuk előtérben tartani, és ebben is bíztatni a fogyasztókat, hogy a mézet kell keresni elsősorban, ami természetesen ki lehet egészíteni bizonyos plusz elemekkel, de mindenféleképpen meg kell tartani a termékben, hogy zömében mézet tartalmazzon, és a természetes formában tartalmazzon mézet. Az előadás után Földvárin és Simon Ilona igazgató ismertette a naphoz kapcsolódó korábbi pályázat eredményeit. A dobogós helyezettek egy-egy maci mézet vettek át a méhésztől, aki az osztályfőnököknek pedig átadta a Nagykunsági Méhész Egyesület ajándékát. Az osztályonkénti egy-egy üveg összesen 11 mézet, és minden gyermeknek egy-egy csomag kis mézet. Ilyen sokadik alkalommal rendezzük meg itt az iskolában, és újabban az óvodában is, a Talentum Moviban is ezt a nagyon hasznos programot, amelyről röviden annyit kell tudni, hogy 2007-ben Szlovéniában indult, és Magyarország 2014-ben csatlakozott ehhez a programhoz. Tehát mi a csatlakozás követően, az iskola is ugye első körben csatlakozott, és egy-két év kihagyástól eltekintve minden évben várjuk a méhészeket, akik megkeresnek bennünket, jönnek a gyerekekhez. Az óvodában kis előadást tartottak, filmet vetítettek, méhészeti eszközöket mutattak be, a gyerekeknek nagyon tetszett, és az óvodásoknak is
méhekkel kapcsolatos kifestőket vásároltunk, és majd a 10 órai után fogják ezeket kifesteni, és hát a tartalmát az óvónénikkel együtt feldolgozni. Egyébként köztudott, hogy november az egészségvédelemnek a hónapja. Az óvodában, az iskolában is működik már évek óta egy kéthetes projekt ebben a témakörben, és ez a mézes reggeli, vagy mézes 10 órai tulajdonképpen ennek a projektnek a része. Ezt így mindig kiszoktuk használni, mert hát nagyon fontos az egészséges táplálkozás, nagyon fontos erre a gyermekeknek felhívni a figyelmét, és most a mai délelőtt során ez történt mind az óvodában, mind pedig az iskolában. Van az arany pályázatot a Nagykunsági Méhész Egyesület írta ki. Természetesen a téma a méz volt, a méhecskék, és készültek a gyerekek, alsó tagozatos gyerekek, ahogy el is mondtam, nagyon-nagyon sok rajzot készítettek ebben a témakörben, és a tanítónénik, a zsűritagok elvégezték az értékelést, a zsűrizést, és most volt az eredményhirdetés, évfolyamonként első, második, harmadik helyezést érhettek el a tanulók, illetve kaptak egy külön díjat, és a jutalom az természetesen a méz volt. Az előadás után 10 óraira vajas mézes kenyeret fogyasztottak el az alsós refisek, majd folytatódott a tanítás. 10 óraira egy ilyen mézes kalácsot, mézes kenyeret fognak elfogyasztani, kis mézes tejával, és akkor hát próbáljuk rávilágítani a figyelmet arra, hogy egy kis méz fogyasztásával sokkal többet tehetnek az egészségük érdekében, mint hogyha esetleg majd utólag próbálnák kemaukat kezelni, meg hát az általános jó lét, az általános jobb lét, az általános egészség szempontjából is nagyon fontos ez a kis méz fogyasztása. Hát én is most egy kicsit meg vagyok fázva egyébként, sokkal több mézet kellene ennem, szóval valóban ez már az az időszak, amit mindig úgy vagyunk vele, hogy hát majd jön majd valamikor ránk fordul, de azzal, hogy minden nap megiszunk egy kis mézes teát, esetleg a kávénkat mézzel fogyasszuk, vagy bekapunk reggel, mielőtt elrohanunk otthonról egy kanál mézet, óriási szolgálatot teszünk az egészségünk érdekében.